A második percben járunk. Baluczai veli középre, Pisek fejjel, és megvan az első gól. Nem volt túl határozott a védő. Cseh középpályásunk pedig alig-alig felugorva könnyedén bólint a kapuba. Nézzük a harmadik szögletet. Fannif a hosszú oldal irányába, egy újabb fejes, és ezután is a kapuban köt ki a labda. Luciano Slagfer a második találatunk szerzője. A mérkőzés 9. percében. Ezlen Junior. Ott hagyja a védőjét, még mindig nála, aztán próbálná bemenni a labdát a hátvédek mögé, és ezek szerint nem volt les. Baluczai ezt most már jól találja el. 3-0. Igen, ott átongott a kapu jobb oldala üresen, és nem sokat teketóriázott Alexandru Baluczai. Egy centit tévedett, sőt, felett. De aztán csak gól, az ismételt támadás vége, és Slagfernek csak megvan a gólja, ami már a második ezen a mérkőzésen. A többség egyébként nyilván 20-21 éves a játékosok közül. Slagfer be középe, Baluczai szépen veszi el, és egy igazítás után kilövi a jobb alsót. Ezzel 5-0. Baluczai is duplázik. Baluczai szöglete. És egy fejes, és egy gól. Szabályos. Nagy Zsolt. Fejjel. Láttam már tőle fejes gólt a bajnokságban, bár bal hátvédként azért nem ez a jellemző a részéről. Vanyecsek. El fogja rugni. Kemény lövés. Elsőre nem tudta megfogni Gelencsér, aztán érkezett Mance. És másodszorra már mattolta a toponári kapu